Tóni, örülünk, hogy itt vagy, mert ebédidő van lassan. Mivel készültél? Én el fogom készíteni az én régi vágyamat, aminek már háromszor neki veselkedtünk, de nem sikerült, a görhét. Megfogalmazni pajtakult. Na, akkor most definiáljuk a görhe fogalmát. A görhe ugye az egy alföldi ilyen, hát ilyen paraszt keksz, nevezzük így, ugye kukorica, liszt, pici tej, időnként tettek bele a zsiradékot is, és ezt így megsütötték hol a sparhelt lapján, hol serpenyőbe, hol sütőbe, valahogy, és ezt fogjuk megtekerni egy pici joghurthabbal és karamellbe forgatott gyümölcsökkel. És az a játékben egyébként, hogy a karamellbe egy pici ecetet kell rakni. És ez nagyon jó ízjáték, majd próbáljátok ki. Tűkön ülünk. Azt jól mondom, hogy most már Novo konyha, kultúrkonyha nevet kell mondani? Igen, most már ezt használjuk, mert azt gondoljuk, hogy az, amit mi készítünk, most már ezt képvisel a legjobban. Novo görhe, érted? Egy novo görhe. Érkezik. Pajtakult gerilla konyháját ezúttal a Szentendrei Művészet Malomba állítottok föl, ugye tudva levő, hogy engem a malmokhoz bár nagyon régóta komoly szenvedély fűt, és a másik szenvedélyem, hogy olyan ételeket találjunk ki, mert ezt a pajtakult életérzést igazán jól át tudja adni, és ez az étel, amit itt most megpróbálunk itt megvalósítani, ez nagyon pajtakultos, egy görhét fogunk előadni, a görhe az egy ilyen paraszt keksz, ami önmagában talán nem is lenne finom. De hogyha ezt egy picit felturbozzuk különböző elemekkel, akkor nagyon fancy, nagyon friss, nagyon izgalmas étel fogunk kapni. Ezt szeretnénk most bemutatni. Egy eléggé szabadon kezelt tésztát készítünk. Cukorból, kukoricalisztből, amit tejjel fogunk össze. Ezt összegyúrjuk. Sok esetben nem is került ebbe zsiradék vaj, hiszen sütéskor érkezett meg. De most egy picit azért teszünk bele, hogy fokozzuk a élvezeti élményét. Az a lényeg, hogy ez a kukorica fölígja ezt a tejmennyiséget, és összeáll egy ilyen tésztává. Amikor összeáll, egy picit hagyjuk pihentetni, hogy a maradék nedvességet is igya be a gabona. Mindig kifelejtem. Csipecsó. Habot pedig egy joghurthabként készítjük el. Rémesen egyszerű étel, joghurtot és egy pici vaníliás cukrot fog tartalmazni, de azért a joghurtot, ha elég sűrűre készítettük, vagy sűrűt vásároltunk, akkor lehet hígítani kis tejszínnel. Könnyebb legyen eldolgozni. Nézzük a tésztát. Kis korongokat formázunk a eléggé laza tésztából, és azt igyekszünk finoman és óvatosan ezen a vajon megsütni. Valamilyen zsiradékon mindenféleképpen érdemes, hogy segítsen a hőt átadni, de tudni kell, hogy sütötték serpenyőben, sütőben, olykor még a sparhelt lapján is. A vaj, ha írós vajat használunk, akkor ráadásul nagyon jó kis égett a vaj ízt, ez a barna vaj ízt ad hozzá a tésztához. Nagyon finom illata lesz tőle, ami plusz örömet okoz, amikor esszük. Tésztánk egyre szebb lesz, aranybarnára pirulnak, akkor végeztünk is velük. Így néz ki a görhe. De hogy ebből egy fancy, kortárs süti legyen, ahhoz kell egy kis hab, egy kis görhénk, picit szét putyogtatva, még egy pici hab, őszi gyümölcsök, beleforgatunk egy kicsi karamellbe, és van a receptben egy pici csavar. A csavar pedig nem egyéb, hogy ebbe a karamellbe egy nagyon pici ecet kerül. Ami ellentmondásra tűnik először, az édes karamelles íz a savanykás, igen jó minőségű almaecettel nagyon-nagyon finom és izgalmas kombót hoz létre. Lányok, gyertek, kóstoljátok meg a görhémet! Tűkön ülök, hogy vajon milyen... Köszönjük szépen! Örömet okoz egy ilyen pajtakult süti. De kíváncsi vagyok a eredményre. Isteni! Jó! Merítek egy nagyobbat. Bátrabbat! Jó! Összeválogatom a falatokat. Nagyon finom. Igen? Yes. Savas eléggé? Igen. És érezni a pici ecetet a karamellben? Vagy csak kerek? Kerek. Ez a feladata.